nincsenek skinek, akkor bizonyítsuk be. De figyelj, nem, nekünk nem kell, hogyha te ezt mondod, én ugyanúgy, figyelj, most kiteszt, figyelj, nézd meg ezt a képernyőt. Én ezt Photoshopban hány másodperc alatt csinálom meg? 5. Te is tudod. Ez szerintem ez nem így megy, nem oké. Én ezt gondolom erre, hogy ezt valakiről így csinálják, mert én megcsináltam rólad ugyanezt. Miért tenném? Nyilván miért tenném? Nem tennék ilyet. Meg senkiről. Csak valahogy úgy érzem, hogy ez nem a kellő módja annak, amit meg akartál fogalmazni, és így lehet, hogy elér sok emberhez majd a videó, fene tudja. Meg mindenkinek zavarni fogja nyilván az igazságértéket, hogy a NAB ilyeneket csinál. Engem is zavar, meg nyilván én is abszolút felkelnék el, és elítélem. Csak nem ezt tartom a megfelelő módjának annak arra, hogy ezt közöld másokkal. Ennyi. Az, hogy egy platformon elköltötted, az nem jelenti azt, hogy jogilag kitelted. Bizonyítékok rendőrnek kellnek, nem YouTube közösségnek. Én is ezt gondolom. Tehát kiteszed a videót, úgy, hogy az Áron Channelnél tetted. Tehát cenzúráztad, megoldottad tök kulturáltan, nyilván benne volt az a düh, amit éreztél, és ez tökre szerintem segített is az, hogy az ember egy kicsit átszellemüljön, meg így érzelmileg eltalálja valami. De szerintem ez egy kicsit már túlmegy azon a határon. Ennyi. Igen, a cél szentesíti az eszközt, az egy nagy mondás. Lehet, hogy valamit elér ezzel a manin, csak lehet, hogy a saját kárán. És én ezt ettől akarom őt megóvni, mert szerintem neki arra nincs szüksége. Manin nyomozó visszatért, igen. Na, hallgassuk meg, hogy Manin mit gondol erről, és szerintem ki fog derülni hamarosan, hogy ki az, aki belátja a másiknak esetleg a gondolatit, vagy talán esetleg valami konklúzió kikerül ebből, esetleg milyen információkat tudunk, mert mi nem néztük végig a 27 perces videót. Igazából annyira nem érek rá, meg én nem is akarok így belepofátlankodni a streametben. Teljesen egyetértek azzal kapcsolatban, amit mondtál. Lehetséges, hogy ez már amúgy túl sok lehet. Én is ezen filóztam, még a videó kitétele előtt is. Uh-huh. Csak az a baj, hogy nem csak ebben a videóban három lány van. Mondtad az előbb, említetted, hogy nem nézted végig. Nem. Három lány számol be erről. Egy olyan, akit 15 évesen keresett meg, egy olyan, akit 17 évesen, illetve egy másik lány, akivel szintúgy próbálkozott szexuálisan, de ő jobban kezelte, ő csak egy grafikusa volt, de ez az ember mindenkit kihasznált olyan szinten, hogy nem tudom, ha jól tudom, nektek is volt vele valami kapcsolatotok, meg a Discordban írták, hogy cringe-bait tag volt, vagy valami ilyesmi? Vele kezdtük a podcastot. Jézus ember. Én vele videóztam még közösen 5 éve. Ja. Akkor ez téged lehet, hogy elég mélyen érint. Hát én őt elég jól ismerem, hát... De ismered vagy jobban is vagytok még? Dehogyis, hát évek óta nem tudok róla semmit. Jó. Nem, hát az volt, hogy szétváltak az útjaink, és igazából nem tudom, senki se tud róla semmit. Legalábbis az én társaságom az nem. Hát nem tudom, igazából tényleg sokkal több screent láttam, mint amit a videóba tettem, szóval itt is próbáltam mérlegelni. Ennél sokkal személyesebb dolgok is vannak, ilyen... Olyan dolgokat is megtudtam, hogy ő neki mik a kinkjei az ágyban, meg ilyenek, de most így miért akarnám ezt bárkiről elmondani? Tehát én tényleg, meg olyan a mentális problémáiról is nagyon-nagyon sok mindent, és próbáltam mérsékelni dolgokat, hogy tényleg olyan dolgokat tegyek bele a videókba, vagy a videóba, ami nem feltétlen annyira felkavaró. Tehát éppen elég ahhoz, hogy ez bizonyítéként szolgáljon mondjuk a nagy közönségnek, és oké, lehet, hogy mondjuk neked ez nem fér bele, hogy kirakd valakinek az üzeneteit, viszont szerintem, hogyha ennyi embernek traumát okozott, akkor bőven belefér. Ez egy ilyen morális kérdője mindkettőnk között, és szerintem nem fogunk találni közös nevezőt. És attól nem félsz, hogy esetleg nem hiszem, hogy mondjuk a NAB-ot ismerve, hogy elmegy és feljelent, bár lehet. Nem fog szerintem feljelenteni, de vannak még olyan bizonyítékok is NAB-ról, ami mondjuk nem feltétlenül ilyen szexuális jellegű, de hogyha ő engem feljelentene, akkor ő neki abban sokkal nagyobb kára lenne, ebbe biztos vagyok. Nyilván, mert hogy te élsz a publikumnak az erejével. Nem feltétlenül, ne gondolj ilyen nagyon durva dolgokra, de én tudok mást is, amit nyilván nem tettem bele a videóba, és... Nyilván az embernek ilyenkor mindig van valami még a kezében, amit fel tud használni. Az Iron Channel-nél is így voltam amúgy. Uh-huh. Ja. Hát de mondom, én azt gondolom például, hogy abban a videóban, amikor azzal foglalkoztál, vagy azokban a videókban, ott valahogy, az egy sokkal nagyobb dráma volt számomra, és nyilván azért, mert ott ilyen... Igen, a gyermekpornográfiáról volt szó, így van. És ott úgy érzem, hogy ott sokkal elegánsabban volt megoldva, hogy nem éreztem azt, hogy...
hogy ennek nem kéne föllenni mondjuk a neten. Elmondom neked, hogy miért volt elegánsabban megoldva. Én nem az az ember vagyok, aki ezt elegánsan akarja elintézni. Nem tudom, hogy miért. Számomra az internet egy játszótér, és ezt szerintem amúgy mindannyian észrevettétek, hogy én nem veszem annyira komolyan ezeket a dolgokat, mint amennyire mások, és ja, ezek a morális dolgok is elég furcsa kérdőjelek a fejemben. Fura vagyok. Én sem vagyok mentálisan teljesen okés állapotban, sőt, az elmúlt hónapban nem is nagyon voltak streamek, nem véletlenül. Viszont, ja, arra akartam kiukadni, hogy ott azért csináltam meg elegánsan, tehát azért voltak kicenzúrázva a dolgok, meg azért nem mondtam ki a nevét Ironnak, mert tudtam, hogy ha kimondom a nevét, vagy felhasználok videóanyagot tőle, akkor ő le fogja töröltetni a videót. Viszont Nabut nem erről ismerjük, Iront viszont erről ismertük. Uh-huh. És akkor így tették különbséget, hogy akkor ő valószínűleg már nem csinál semmit? Csak tudtam, beszoklán. Hogy Iron biztos, hogy le akarná töröltetni, mert ő mindig mindenkivel ezt csinálta. Hogyha Nabu le szeretné töröltetni, akkor úgyis le fogja töröltetni, de úgyis vissza fog kerülni, vagy vissza tudom tenni én az arca nélkül. Tényleg ez szerintem a legkisebb probléma a videóban. Most az, hogy ebbe belekötünk vagy sem, az tényleg már csak egy plusz kérdés. Igazából tényleg nézd végig a videót. Nem tudom, nézem a streamet tovább. Én elhiszem, hogy nyilván a legfontosabb ebben az számodra, hogy hallasd azoknak a hangját, akik úgymond ki lettek használva, és valamilyen szinten úgymond bűnhődjön az, aki vagy legalábbis viselje el, hogy ezt ebben a szégyenben kell lennie, megélnie. Csak mondom, ez szerintem ő mondhatja azt, hogy az egész manipuláció. És akkor az a három lány is mondhatja azt, hogy de hát nem is, mert itt vannak a telefonom, mit tudom én, de hogy az már rendőrség már nagyon rég. Tehát, hogy vagy odáig nem hiszem, hogy ez el fog jutni. Nem, én sem hiszem, nem tudom. Szóval mindegy, szerintem még te is át fogod ezt gondolni, meg kíváncsiak, hogy milyen reakció lesz, mert nyilván lesz valami. Az, hogy mi mit gondolunk a Naburól, az már más, hogy privát véleményem nekem például, meg a nekem a kapcsolatom vele, stb. De én kicsit azt érzem, hogy ítélkeztél elég durván, és hát nyilván majd neked is szembe kell nézed esetleg azzal, hogy ki mit gondol. Mondom, ez a rendelés, ez tudod, hogy mit jelent, ez az interneten megmozdulnak az emberek, és akkor majd mennek fáklyákkal. Figyelj, hallottad, amit én gondolok, mérlegeld, vagy nem, és akkor meglátjuk, mi fog történni. Jaj, közben itt a kommenteket is olvasom, vannak elég érdekesek. Na jó, oké, szerintem, nem tudom, itt valaki azt írta, hogy üldöz mindenkit, aki 17 évesekkel szexel, miközben mindenki szexel 17 évesen. Jó, viszont onnantól kezdve, hogyha mondjuk az a 17 éves alkohol hatása alatt volt, és te ezt kihasználtad, akkor az onnantól kezdve már nem sima szex. Ennyit szerettem volna még mondani. Igaz, hogy mondjuk ez az interneten történt, de ilyen történet is van benne. Nézzétek végig, vonjátok le a következtetéseket, nem tudom, nem hiszem, hogy én úgy fogok kijönni ebből, hogy én vagyok a szar. De hogyha valakinek a szemében pedig én leszek a szar, akkor azzal is állok elébe, mert ez vagyok én. Szóval, ja. Hát kíváncsi lennék, hogy Nabu erről mit gondol, ha őt megkérdeznénk. Megtegáltam Insta sztoriba. Jó, szóval, hát akkor... akkor nem tudom. Ment a call out. Jó, hát akkor követjük majd az eseményeket, aztán ha úgy van, akkor még beszélünk. Ja, nyugodtan írsz, bármikor Facebookon elérsz. Jól van, köszi szépen. Ciao, jó streamet, sziasztok! Köszi, ciao. Ez szomorú, nyilván kurvára szomorú téma, mert szerintem sokat felzaklat, úgyhogy ezúton is elnézést kérek. Na, elmondom, mi lesz előre, jó? Nem is kell elmondanom előre. Már leírtam. Már leírtam. Most mindenki küldje be Donate-be a saját nevét, igen. Figyelj, itt van. Fél órája. Mikor rakta fel a videót? Mikor küldtétek be Discordra? Na jó, előbb írtam ezt, mint ahogy kirakta a videót. Megjósolom Nabu válaszát. Hibáztam, nem várom el, hogy megbocsássatok. Amit csináltam, elfogadhatatlan, de járok szakemberhez és sajnálom. Illetve nagyon sokszor az is lesz... Azt is hallani fogjuk, hogy ez nem igaz, illetve azt, hogy ez nem így történt. Ezt nagyon sokszor fogjuk hallani, csak ja, egy Logan Paulos bocsánatkérés fogunk várni. Ja. Nézzük. Mát. Legalábbis egy jó részük. Igazából... Jó részük, plecska. Valamilyen szinten, egy kicsi részem mindig is érezte, hogy előbb-utóbb egyszer el fog készülni ez a videó. Ennek pedig oka az, hogy a folyamatos bűntudat, amivel gyakorlatilag így keltem, amivel feküdtem, az így napról napra mardosott.
Nyilván azért mardosott, mert nagyon-nagyon jól tisztában voltam végig azzal, hogy egész pontosan mit csinálok, pontosabban, hogy amit csinálok, az nem helyes. Igen, ezért akartad kitöröltetni a beszélgetéseket a lányokkal, minden egyes beszélgetésetek után konkrétan rákérdeztél arra, hogy kitörölted? Ugye kitörölted a beszélgetést, mert nem szeretted volna, hogy hozzám ezek eljussanak. Viszont eljutottak hozzám, és voltak oda arra, hogy féljél. De hogyha már akkor tudtad, hogy ez nem jó, és kitörölteted az üzeneteket, akkor eddig miért nem csináltad? Eddig miért nem hagytad abba? Most se hagytad abba. Miért kellett ez a videó az, hogy rájöjj? Ez az, amit nem tudok felfogni. Legalábbis eleinte nem értettem, hogy miért nem helyes, de idővel nyilván felfogtam. Aki lemaradt volna így a utóbbi napokról, annak így összefoglalom a történteket. Kérlek. Kertelés nélkül röviden, arról van szó, hogy én a barátaimat, illetve az... De hogy tud az utóbbi napokról? Konkrétan nem mondtam semmit róla. Twitterre kiraktam egy képet, hogy azért érezze, hogy eljutottak hozzám a dolgok, de na mindegy, nézzük. Ez barátnémet. Mentálisan és szexuálisan terrorizáltam. Nos, ez így, ilyen sarkosan kijelentve, ennyire sarkosan nem igaz. Csak kicsit sarkosan igaz. Nem erőszakoltam meg, de azért nem erőszakoltam meg, de azért mérges voltam rá, ha nem ment el az ágyba, tudod? Azért, amikor a saját barátnődnek mondjuk azt csinálod, hogy adsz egy időkorlátot a csajnak, amiben el kell mennie, mert különben akkor te nem vagy elég jó pali, az azért elég durva, nem? Vannak aberált elmebeteg emberek, itt ül veled szemben egy, vagy lehet, hogy kettő is, csak rólam nem tudjátok. Ez az, hogy nem lehet senkiről tudni semmit, és ja, ez durva, ez sajnos ilyen, és kiderülnek dolgok emberekről. Nem kimondottam. Érzem úgy, hogy ez korrekt dolog lett volna a részemről. Vagy... Ezt amúgy nem rosszban meg semmi, de nem találod a szavakat. Szóval akkor csak baj van, nem? Hogyha nem találja a szavakat. Csak így, dude, írj egy scriptet és olvasd föl. Legalább akkor, vagy nem tudom. Egy bocsánat kérő videó nem, sehogy nem tud hiteles lenni számomra. Szóval ez így, ahogy van, fasság. Az egész videó valószínűleg az lesz, de végig fogom nézni, és ezt a 16 percet valószínűleg egy óráig fogjuk nézni, mert nagyon sokszor meg fogom állítani. Nem akarok kinézet alapján ítélni, de figyelj, most gondolj bele, hogy ez az ember a szemét is festi, csókert is hord, és még a körmeit is festi. Ő egy helyes anime karakter, tesóm. Ahogy Kevinke írta. Hogy helyes, vagy hogy úgy. Unblock, mi volt ezzel a célom? Nem volt célod vele. Gondolod. Nem nagyon van mit tagadnom, hiszen a bizonyítékok azok láthatóak, ti magad is láthattátok így a videóban, viszont a konklúzió, amelyeket levontak a volt barátaim, akiket a videós egy szinkronhölgyel olvasatott fel, nos, azokat egy kicsit túlzónak érzem. Való igaz, hogy sok kárt okoztam bennük, sok kárt okoztam nekik, de az a fajta következtetés, amelyeket levontak ebből, legyen az akár az a terror, amit okoztam, vagy akár a szándékaim, amelyek van. De hogy tudsz ennyire generic módon, már ne haragudj, de hogy tudsz ennyire generic módon beszélni arról, hogy te valakit terrorban tartottál? Hogy lehet ennyire nyugodtan ezt elmondani, hogy te valakit terrorban tartottál, és ilyen nyugodtan beszélni erről? Hogy hát ez azért annyira nem volt gáz, mint a videóban, de azért gáz volt. Mi a fasz? Ember! Na, haló, itt vágó ember úr beszél most, és itt azért voltam mérges, mert
ez a videó, ez konkrétan, nem is tudom mennyi idő, csak maximum egy pár óra telt el az én és az ő videója között. Konkrétan nem kellett gondolkodnia sem azon, hogy ezt megcsinálja, és nem azért, mert bűntudat volt benne, hanem azért, mert ilyen egyszerűen tudja manipulálni az embereket. Én nem adnék neki második esélyt, a saját tapasztalataim alapján sem, mert láttam, hogy miket írtak ezek a lányok, láttam a screenshotokat, hallottam dolgokat, és hogyha már több tucat ember rám írt tegnap ilyen dolgokkal, hogy a Nabu így meg úgy, hogyha ennek a fele is igaz, már akkor is egy patkány vagy a szememben, és nem szeretnélek látni a YouTube-on egyáltalán. Valódi amelyek a szándékaim valódiságai lettek volna, azok határozottak. Nem érzem rajta a megbánást, Animation. Értem, hogy nyugodtan beszél meg, oké, jó, true, viszonylag összeszedett is, csak... Nem, én nem érzem rajta a megbánást, olyan, nem tudom, nagyon fura... Érzelemmentesen dumál róla, úgy... Olyan, nem tudom... Itt a nem hiteles szót kerestem amúgy. Nem igazak úgy és abban a formában, ahogy azt tálalták nektek. Nem igazak, ahogy tálaltam. Ezek a dolgok igazából már nagyon, nagyon régen történtek. Nem mindegyik. Azaz, hogy ez a legutóbbi dolog egy pár hónappal ezelőtt ért véget, és igazából az nekem februárban ért véget. Egy hatalmas nagy pofon volt így az élettől, hiszen mivel végig éreztem, hogy nagyon nem oké az, amit csinálok, ezért egy kicsit attól is, arról, nem attól is, attól is így helyes, attól is megkönnyebbülés lett rajtam úrrá. Nem tudom, hogy mi járt a fejemben. Nem tudom, hogy miért csináltam. És nem is emlékszek rá, őszintén szólva. Ennek oka ugyanis az, hogy akkoriban, amikor ezek történtek... Akkor kezdtem el orvoshoz járni, hogy a mentális betegségeimmel, és ez annyira úristen rossz nekem most. Akkor nekem nagyon-nagyon súlyos mentális problémáim voltak. Geci, mi a fasz? Bro! A kis ujjamból kihúzom a forgatókönyvedet, te b***ci! Atyavilág! Jézusom! A Predictionök démonja! What the fuck, bro? Csak nem akartam, hogy a videó közben menjen az a sok hangeffekt. Na, igen. Köszönöm szépen, hogy egyetértünk. Igen. Bruh. I have made a severe and continuous lapse in my judgment. Ahogy mondod, Flex. És amúgy veled majd még szeretnék beszélni, mert kíváncsi vagyok a te véleményedre, és amúgy nem számítok túl sok pozitívra, mert ismerlek, de mindenképpen amúgy, hogyha ráérsz még, esetleg ma, vagy holnap. Annak ellenére, hogy én nagyon-nagyon sokáig próbáltam önigazolni magamat, hogy azért vagyok pocsék ember, mert beteg vagyok. Nos... Mi van, hogyha csak simán egy pocsék ember vagy? Elég sok pocsék ember van, csak nem feltétlenül kell a pocsék embereknek hatalmat adni a kezébe. Tehát gyári munkásként valószínűleg nem írtál volna ilyen lányokkal, mert nem lett volna meg hozzá a platformod, és egyszerűen lehet, hogy nem okoztál volna ennyi traumát kiskorúaknak. A helyzet az az, hogy ez nem így van, de... azon szeretnék változtatni, hogy pocsék ember vagyok. Illetve azon is, hogy beteg vagyok, de az egyikből következik a másik. Nem. Ez nem így van. Nem úgy, ahogy én azt addig hittem. Ezeket a mentális problémáimat elég sokat próbáltam az alkoholba folytani. Jaj, ne! Pull, jaj! Igen, a sörös terv! Oh no, fuck! Rá fogja fogni az alkoholizmusra, meg a mentális betegségekre. Fuck!
kijátszani ezt a Joker kártyát, hogy az alkohol az így mindenre megoldás lehet, mert abszolút nem az. De az biztos, hogy azok a károk, amelyeket okozott a szervezetemben, masszív éveken. Elég meggondolatlan ez az ösztönből jött videó, még mert így kifogást se tudott volna felhúzni rá. Az elején egyből be is ismerte, hogy jövő a beszélgetés. Ja, igen, amúgy én is ezen filóztam, Flex, hogy nagyon-nagyon gyorsan megjött a válasz videó. Én még azt hittem, hogy legalább egy hétig csendbe lesz, és összerak egy videót, egy olyan videót, amiben mondjuk ezeket megpróbálja legalább valamilyen szinten validálni, vagy megcáfolni. De nem tette ezt. Ami elég fura. Viszont, nem tudom, minimális aggodalom sem volt bennem, hogy mondjuk ő feljelentene, vagy bármi. Mert azokból, amiket a lányok mondtak nekem, én nagyon-nagyon jól átláttam, hogy ennek az embernek milyen a mentális világa, és őszinte leszek, egy kicsit jobban féltem attól, hogy mondjuk, nem tudom, így valami komolyabb mentális problémája van, és mondjuk azért nem rakott ki videót eddig se, de hát a BoJack Horseman-es videóját nemrég rakta ki, azóta csak nincsen annyira offon, hogy most egy ilyen videó miatt bármi fasságot csináljon, szóval, ja, igazából, hogyha ezzel a videóval picit is mondjuk segítettem neki, az mondjuk egy nagyon jó dolog, de hogy az embereknek biztos, hogy segítettünk vele, az szerintem kurva jó dolog. És amúgy Bálnával beszéltem, ő mondta, hogy szerintem amúgy nem kellett volna ezeket a screenshotokat kirakni, de szerintem meg de, mert én úgy gondoltam, hogy ha azok a screenshotok nem lennének benne, akkor ez a videó most egyáltalán nem így lenne. Nem ez lenne a videóban. Mert hogyha most screenshotokat nem tettem volna bele, akkor ebben a videóban nem az lenne, hogy sajnálom, meg jaj, de rossz ember vagyok, hanem az lenne benne, hogy hát ez nem igaz. És akkor, ja, kéne még egy videó. Én tartó ivás után azok egyáltalán nem arra felé lendítették el a személyiségemet, hogy ezeken a problémáimon segíteni tudjak. Ami a szexuális perverzióim iránti vádakat illeti, azok egyáltalán nem igazak. Legalábbis nem olyan formában, igen, ahogy azt tálalták nektek abban a videóban. Igazából nem fogom letagadni azt, hogy azokat, amiket írtam, azt én írtam. Azonban ezeknek nagy része alatt, talán az összesnek a része alatt, erősen illuminált állapotban voltam. Jaj, ne! Ne! Hát... Tekerjünk vissza egy kicsit. Várj. Nem akarom kijátszani ezt a Joker kártyát. Talán az összesnek a része alatt erősen illuminált állapotban voltam. Egy perc telt el azóta, hogy azt mondta, hogy nem akarja kijátszani ezt a kártyát. Most pedig konkrétan azt mondta, hogy illuminált állapotban voltam. Mindenkire máshogy hatnak. De nem leszel pedofil, ha iszol! Ember! Nem... Bebaszva, beülsz az autóba, elindulsz vezetni, és megölsz 5 embert. És akkor arra be voltam baszva, biztos úr. Hát... Ember! Ez nem így működik. De hogyha meg tudod magadról, hogy ezeket a hogyha tudod magadról, hogy egy ilyen pervers fasz vagy, aki ha meglát egy nőt, akkor automatikusan föláll rá a fasza, tök mindegy, hogy hány éves, akkor mi lenne, hogyha mondjuk például kezeltetnéd magadat ezzel kapcsolatban, és akkor mondjuk nem innál. Tehát nem kéne olyan dolgokat csinálnod, ami a társadalomra káros. Érted? Egy beteg ember, ha észleli magán, hogy ez nem oké, és akkor se akarja magának bevallani, hogy ez rossz. Csak az a baj, hogy ő már nagyon-nagyon sok kapcsolaton ment végig, meg nagyon-nagyon sok lányjal beszélt. Tudjátok, hogy mióta kiraktam a videót, hány lány és fiú írt rám, hogy milyen tapasztalatai vannak Nabuval kapcsolatban? Legalább 3-szor annyi, mint Ironnal kapcsolatban, pedig csak pár óráig tettem ki a videót. Ember! Mi a fasz? Azért ez durva? És elég érdekes dolgokat írtak. Elég sokan. És aggasztó amúgy. Szóval... Faszom. Istenem. Ő elég durván
mutatta azt, hogy neki amúgy a fiatal lányok jönnek be. Tehát amikor 30-as nőkről volt szó, akkor ő nem mutatott annyi szimpátiát egy nő felé, mint hogyha mondjuk ez csak mondjuk 18 éves lett volna, tegyük fel, vagy 16. Meg hogy azt írták nekem, hogy az eddigi barátnői közül mindegyik eléggé fiatal volt. A második lány Manin videójából itt van. Alkoholra visszatérve, a mi kapcsolatunk alatt teljesen józan volt, elhatározta, hogy nem iszik, és akkor is toxikus volt. Hoppá. Gondolom, erről is vannak screenshotok, szóval... És nem akarok itt jogilag belemenni ezekbe a dolgokba, mert nem én vagyok az, akitől ezt meg kéne kérdezned. Nem vagyok benne teljesen biztos, hogy jogilag okés az, amit csináltam. Viszont abban biztos vagyok, hogy jogilag nem okés az, amit ő csinált, és a cél szentesíti az eszköz számomra. Ember gyakran mond olyanokat, amelyeket vagy nem gondol komolyan, vagy pedig így felszínre törnek belőle így a gátlásai által elrejtett. Felnagyított, és legtöbbször a valóságot nem is tükröző érzései. Uh-huh. A valóságot nem tükröző érzései vannak részegen. Az mondjuk erős, nekem nincsenek ilyenek. Nem szoktam részegen ilyen dolgokat érezni, de hát jó, hát ezt nem hiszem el. Ami a másik dolgot, a párkapcsolataimat illeti. Nos, ez úgy gondolom, hogy ez szerintem ez az én magánügyem. Annyit elárulhatok, hogy azok sem voltak egészségesek, és ezt nyilván azért árulom el, hogy érezzétek azt, hogy egész pontosan miért is mondom el ezt nektek. Sóhaj, megvolt. Számoljátok a Logan Paulos dolgokat, amiket mondtam amúgy? Flex, itt vagy még, számolod? Számolod a sóhajokat? Belőled nézem csak ki a cseten, hogy számolod, de remélem valaki számolja a sóhajokat. Felelősség, amivel jár az, amit tettem, az szintén azzal jár, hogy ezeket az embereket esetlegesen elveszítsem az életemből, hiszen fennáll annak is a lehetősége folyamatosan, hogy esetleg nem értik meg az én nézőpontomat. Oké. Okay. De azok, akik itt maradnak, és akik hajlandóak nekem adni egy második esélyt. No shot! Második esély! Azoknak szeretném megígérni, és nem utolsó sorban magamnak elsősorban, hogy ezeket a problémáimat sikeresen beszeretném fejeztetni a kezeltetését. Ugyanis ezeket a gondjaimat körülbelül egy évvel ezelőtt kezdtem kezeltetni. Szakorvossal. Gyógyszeres kezeléssel, terápiával, gyakorlatokkal, minden. Ez sem igaz amúgy, amit mondod, hogy egy éve. Tudtam, már több, mint egy éve amúgy. De... Oké, okay, I guess. Ezt lehet gyógyszeres beavatkozással kezelni? Persze, személyiségzavarai vannak a srácnak. Elég durván. Valószínűleg. Szerintem itt valami borderline, amúgy én borderline-ra tudnék tippelni így ezek alapján, amiket hallottam. Nem aggódtam, hiszen... toxikus vagyok. És pontosan ezért... De bro. ...utálom ennyire a toxikus embereket. Utálod a toxikus embereket azért, mert toxikus vagy. Hát figyelj. Kommenteket flexel átolvassuk? Hát ha ő benne van... Mert a legmérgezőbb, aki a környezetemben van... Az én magam vagyok. Kis újból. És ezt pedig olyannyira görcsösen próbálom magamba tartani, magamban tagadni, hogy egészen egyszerűen nem vagyok hajlandó ezt egészségesen kezelni. Viszont ez a mostani eset, ez én még ekkora pofont szerintem nem kaptam az élettől. És éppen ezért ezt az alkalmat, ezt az esetet, ezt az esettanulmányt, mondjuk így, szeretném arra felhasználni az életemben, hogy elindítsam azt végre,
egy normális irány felé. Ennek az oka az, hogy 28 éves vagyok. És bár a videóimban többször csináltam viccet abból, hogy mennyi idős vagyok. Viccet, igen, I guess. Ez a karrierje ment tönkre, nem tudja ebből kimenteni magát ez a helyzet. Nem ment tönkre neki semmi, az a baj, ugyanúgy nézni fogják. A valódi korom az jelenleg 28 életév. És ezen a ponton... hát... határozottan el kell kezdenem egy olyan fajta életet, amely egy felnőtt élet férfinek a életét jelenti. Na no, igen, 28 éves korodig kis tini srácként élni azért fejben elég gáz lehet, szóval true shit. Már törli a kommenteket? Hát akkor screenshotok mehetnek amúgy, a jó kommentek azok mehetnek Discordra, hogy legyenek legalább lementve. A magyar társadalomban. Generálban nyugodtan, vagy nem tudom. Sóhaj! És már mondhatjuk, hogy elkezdődött, de ettől függetlenül én még magamban nem érzem ennek a jelét teljes mértékben legalábbis. Pláne ezek után, mert ezt a mocskot nekem ezt fel kellett most takarítanom. És ezért mindenkitől, akit akár személyesen, akár most ezzel az esettel, akár egy félre sikerült válaszlevélre, valaha, mondjuk, akinek esetleg mondjuk bunkón válaszoltam, teszem azt, mert sajnos erre is volt példa. És persze nem utolsó sorban a három szóban forgó hölgytől. A többitől is azért, nem? Talán ezen a ponton úgy sem számít sokat, de szeretnék bocsánatot kérni tőlük. Bocsánatot kérni tőlük azért, amit csináltam. Ahogyan csináltam és amiket csináltam. Nem állt szándékomban egyikőjüket sem tönkretenni. Nem állt szándékomban egyikőjükkel sem harapban lenni. Nem. Elég sok sebből vérzik ez a videó, viszont tiszteletre méltó az, hogy legalább leült és elmondta, és nem köntörfalazik, ami jó, meg minden, csak ez nagyon elhamarkodott. Csak azért mondta el, mert lebukott. Ja, és így, ez meddig mehetett volna még? Ki tudja, hogy hány emberrel csinálná még ezt meg? És ez az a baj az egészben, hogy most oké, jaj, bocsánatot kérsz, jaj, most ölelgesselek meg, hogy mi a kurva anyámat kéne csináljak. Tehát, oké, jó, ez egy tök jó dolog, de én ezt még mindig nem tudom hova tenni. Meg azoknak a lányoknak traumát okoztál, nem is kicsi traumákat, érted? Tehát most... dude, valaki PTSD-ben szenved miattad, ember. Ezt fel tudod fogni? Geci. És így... nem tudom, most... empátiát akar nyerni, nyilván, csak mégis azért ez... gáz. Nem tudom. Én no joke, hogyha ilyen kiderülne rólam, bazd meg, én az ő helyében legalább egy évig offolnám most. Kiírtam volna, hogy srácok, elmegyek kezeltetni magam, és tényleg egy évig nem csinálok semmit, csak javuljak meg. És akkor utána, akkor egy év múlva ott a lehetőséget, hogy bizonyítsál. Mert addigra már az emberek felejtenek, és talán meg tudnak neked bocsátani, de egy ilyen után én nem akarnék így nyilvánosan mutatkozni veled semmiképpen. És ja, így cégek se fognak beállni mögéd. Én nem tudom, hogyha külföldön lennénk, akkor valószínűleg amúgy ezért börtönbe is kerülhetnél. Tehát amúgy ez nem egy olyan egyszerű dolog szerintem, hogy most jaj, illuminált állapotban voltam, meg mentális beteg vagyok, meg minden, mert hogyha egy mentális beteg ember gyilkol, akkor is börtönbe kerül. Szóval, ja, itt durva manipulációról volt szó. Tehát konkrétan olyan dolgokat mondtál lányoknak. Tehát most adott egy lány. Adott egy 16 éves lány mondjuk. 15, 17, teljesen mindegy, ezek még mindig gyerekek. Még a 18 éves emberek is nagyon, nagyon sokszor manipulálhatóak, tényleg.
Tehát minél fiatalabb az ember, annál manipulálhatóbb. Most volt egy rossz kapcsolata, egy rossz tapasztalat egy fiúval. Te odamész és megmondod neki, hogy majd én most milyen jó leszek neked, és akkor majd. De más fiúkkal ne is beszéljél, mert mindenki csak rosszat akar neked, csak én akarok jót neked. Ezt elhiteted vele, manipulálod. Konkrétan évekig. Ezt nem egy bocsánat kérő videóval lehet elintézni. Ezek a károk, ezek nem lehet őket megbocsájtani. Szerintem. Tehát ezek a lányok ezt megszenvedték, és nem csak három lány van. Nem csak három lány van, mert írtak még, és szerintem, hogyha holnap meglátják a videót, még fognak is írni többen, és már írtak. Írtak lányok, fiúk, mindenki írt. Nagyon-nagyon sokan írtak. És... ja, ez durva. Mennyien ember van még? Mennyien ember van még? És egyik se fog kiállni magától, hogy ja, én rossz ember voltam, és most megváltozom. Ezt magadtól is simán megcsináltad volna ezt a videót. Mekkora mad respect lett volna amúgy. Itt van az a kis dagad, geci. Köszönöm szépen. Várjuk Zsolti videóját majd. Tehát ez mekkora mad respect lehetett volna, hogy magadtól kiállsz és elmondod, hogy mennyi dolgot hibáztál, vagy valami, de úgyse fogod ezt megcsinálni, senki nem fogja ezt megcsinálni. Mennyi botrány lesz még, geci? És miért én vagyok, miért mindig én? Esküszöm, ha bármilyen lány van még, akinek bármilyen youtuberrel van ilyen tapasztalata, most már kajakra csak rám lehet írni, vagy nem tudom, hogy ezeket a videókat, ha én nem csináltam volna meg, akkor ki csinálta volna meg? Nem ezt a szerepet szeretném betölteni a YouTube-on, de bazd meg, hogyha egyszerűen gyűlölöm az ilyen embereket, és rossz ezt látni, hogy valaki ennyire felhasználja a hatalmát. Figyeljetek, volt egy kis csaj. Rám írt Snapchat-em, hogy Snapchat-em mindenkit visszaigazoltam. Nem szeretek streakelgetni csak a haverjaimmal, de valamiért visszaigazoltam mindenkit. Rám ír egy 12 éves kis csaj, hogy ő most sikítozott, mert én visszaigazoltam, és hogy ő most úristen remeg, visszaigazoltam, és hogy ez neki mennyire megtiszteltető, hogy nagyon biztos cringe lesz ez, amit írt meg, hogy az előbb már írt egy levelet, csak hogy az nagyon cringe volt, és kitörölte, és hogy úristen, én annyira szeretlek téged, és így, oké, köszi. Most, hogyha én akartam volna, szerintem maximum 15 percembe került volna kérni egy mesztelen képet attól a kislánytól. És valószínűleg el is küldte volna magát, mert az írásából láttam, hogy nagyon-nagyon naív, és nagyon-nagyon szeret engem. Mármint a videóimat. Szóval, ezt ki lehet használni. Nagyon könnyen ki lehet használni. Én nem fogom. De értitek, hogy mit mondok? Hogy ez miért probléma? Ez egy kibaszott nagy probléma. És felbasz. Amúgy én is leírtam ennek a kislánynak, hogy örülnék, hogyha nem snapezne. Nagyon jó fej meg minden, de örülnék, ha nem snapezne. Ezt így leírtam neki. Akik ezt megelőlegezik nekem, azoknak nagyon-nagyon hálás leszek egy életen át. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Köszönöm szépen, hogy meghallgattátok az én... Azok nyertek egy Amazon gift cardot. És... köszönöm szépen Manninnak a videóját. Bogers! Ugyanis, hogyha ő ezt a videót nem csinálja meg, akkor megmerem kockáztatni, hogy soha nem gondolkodok el azon, hogy hová tart az életem. Szóval köszönöm. NP. Sziasztok. Hűha. Vágatlan meg ilyenek. Ajaj. Sziasztok. Na. Figyelj. Mondom. Szerintem ez amúgy szerintem ez volt a legkorrektebb videó a három emberben, nem? Nosika Iron meg ez. Azért ez valamilyen szinten korrekt. Csak az a baj, hogy én annyira nem hiszek ebben. Nem, Bandi és Bána ezt nem tudták. Beszéltem velük, ezt nem tudták. Ha tudták volna, akkor nem barátkoztak volna vele, hidd el. Ezt én mondom neked, én ismerem. Ők is a barátaim, vagy nem tudom, hogy mondhatom-e őket barátnak, de ja, Flex is, látod, Flex is mondja. Az a baj, hogy egy éve azt hajtogatja, hogy változni fog. Igen, ez a baj, hogy ez mindig így szokott lenni, és tudnék példát is felhozni a saját magánéletemből, de hát az nektek nem tudtam túl sokat segítene, de
Igen, ez mindig így szokott lenni, hogyha van valaki egy mentális beteg, akkor most mondjuk tegyük fel, ráeszmél arra, hogy mentális beteg, akkor azt fogja mondani, hogy változni fog, de nem fog változni, mert nem tudom, lusta, vagy csak szimplán nem tud. De remélem, hogy megkapja a megfelelő kezeléseket, és normálisan tudja folytatni az életét. Mondjuk én ezt a YouTube-os dolgot teljes mértékben elengedném a helyében, de nem tudom. Én a YouTube karrierjét nézve is eléggé megkérdőjeleztem azt, hogy ez morálisan jó-e. Tehát ez a vadpados történet is. Pont ma beszéltem, Ove McEnry-vel dumáltam erről a témáról. Én ezt neki mondtam először, hogy ez a vadpados téma, ez elég érdekes. Azért, mert így okay, hogy mondjuk egy Facebook idióták, azok okay, Facebookon vannak, azt hiszem, 50 éves cigány ember lopott biciklit el akarja adni, az big funny meg minden, de azért a vadpadra konkrétan kiskorú lányoknak a történeteit így, nem tudom, nekem annyira fura lenne az, hogy egy 11-12-13 éves kislánynak a történetét olvasom el. Ez annyira fura, mert pont abban a korszakában írja ezeket a dolgokat a kislány, amikor mondjuk ilyen szexuálisabban elkezd felvilágosodni, és így tényleg azt akarod olvasgatni, egy felnőtt férfi azt olvasgatja egy videójában, ahogy mondjuk ezek a kislányok így valakit krássolnak, és akkor így beleviszik egy történetbe. Értitek, mire akarok kiukadni? Hogy ez alapból elég weird. Szerintem ezeket a történeteket így olvasgatni. Biztos, hogy jó a vadpad, biztos, hogy vannak rajta jó sztorik, csak ezeket a jó sztorikat általában nem a 11 éves kislányok fogják írni. Na jó, hívom Flexet. Hát igen, szóval sziasztok, chat. Azt sem tudom, hol kezdeni, viszok egy kortot, srácok. Az az igazság, hogy engem ez őszintén letaglóz, és tudom, hogy én vagyok a legkevésbé komolyan vehető ember szerintem ezen a platformon, főleg, hogyha komoly témáról van szó, és én vagyok az, aki valaha ezekkel kapcsolatban megszólal, de őszintén szólva, ezek ténylegesen őszintén leszoktak taglózni, és őszintén elfog a rossz érzés és a melkas szorításos, nem kellemes hangulat, amiről valószínűleg tudjátok, hogy miről beszélek. Szerencsére ez... nincs semmi személyes traumám, vagy ilyesmi, tehát nem hozott elő semmi ilyesmit, nem azért van ez, hanem számomra ez az egész nem csak az, amit ő csinálta, az teljesen elfogadhatatlan, tehát tényes való, hogy ez az én értékrendem szerint ez megbocsájtatatlan dolog egyfelől, de másfelől legalábbis, hogyha valaki ilyet tesz, szerintem az a minimum, hogy utána nem folytatja tovább a videózást, tehát Nosika részéről is. Igen, egy szempontból korrekt dolog volt legalább az, hogy nem YouTube-ozott tovább, ugyanakkor viszont még mindig elítélendőnek tartom azt, hogy továbbra is jelen volt az Instán például csomó ideig. Most már szerencsére ott sem látszik, de nekem teljesen más ez, amikor látom azt, hogy valakinek a nézőközönsége az, ami konkrétan, nem is tudom, veszélyben van, vagy ami kockára van téve, tehát amikor őket is érinti egy ilyen dolog, az teljesen más kategória szerintem. Hát ezek például közül a lányok közül mindegyik úgy jutott hozzá, hogy a nézője volt. Ezzel akarom összekapcsolni majd a következő pontot ezzel kapcsolatban. Ja, meg grafikus, tehát nagyon sok grafikus lányra ment rá, mert ugye neki a videóinak, nem tudom, gondolom vágod azért a videóit, nagyon-nagyon, hát elég szignifikáns része a grafika a videóinak, mert ugye nyilván ilyen rajzolt karakterek vannak, meg ilyen animés fasságok, amiket én nem vágok, de nyilván van neki egy ilyen kis original karakterje, amit ő él. Konkrétan ő így éli meg saját magát szerintem, mint ahogy meg van rajzolva ezeken a fanartokon. De ő nem így néz ki. Őszintén ezt nem nézem. Életemben, hogyha talán kettő videóját láttam, azzal sokat hát mondok. Igen, mert túl igen. Kringés, ugye. Az. Számomra. De igazándiból tényleg csak az, ami, hogyha arra vagytok kíváncsiak, hogy mit gondolok a videóról, és aztán akkor ennyivel le is tudhatjuk ezt a részét. Nekem vannak erősen pszichopata ismerőseim, akik nem túlzottan, nem sok hál az Istennek, de akik nem túlzottan jó emberek, maradjunk annyiban. És hát tulajdonképpen ugyanezt a viselkedést, ugyanazokat a jellemvonásokat fedeztem fel benne, igen. Tehát nekem ezek a videók, ez a videó, ez nem semmivel sem őszintébb attól, hogy elmondta, hogy ő ezt így megcsinálta, és hogy ez az ő sara. Ez, hát nem mondom azt, hogy ez tiszteletre méltó. Ez maximum olyan szempontból tiszteletre méltó, hogy legalább nem annyira gerisztelen patkány, mint a Nosika. Tehát legalább annyival, ahhoz képest ténylegesen korrektebb, de összességében ez nem korrektség. Nem. Ez egy szimplán lebuktatott eset. Ezt nem azért csináltam, mert ő úgy érezte, hogy ennek meg kell történnie. Nem azért csinálta ezt a videót, mert ő úgy érezte, hogy ő rosszat csinál, hanem ő azért csinálta meg ezt a videót, hogy az írháját mentse azok után, hogy ezek a beszélgetések, ezek nyilvánosságra kerültek. Ebben semmiféle őszinteség nincsen, és mindegy is, erről tényleg csak ennyit akarok mondani, nem hiszem, hogy ezt érdemes túlzottan bőlére ereszteni.
Szerintem én is amúgy hasonlóan érzek. Úgyhogy igazából erről ennyit, még komolyan egy pár pontot fel is írtam magamnak, mert őszintén szólva már... Oh shit, jegyzetelt, micsoda! Hát én már az Iron Channel-es ügynél is gondolkoztam, hogy erről csinálok egy videót, csak az az igazság, hogy ott meg azért nem akartam, mert egyfelől még benne voltam a kind of egy beefben, másfelől pedig meg már akkor nem akartam, nem is tudom, még egy bört lehúzni erről a témáról, pedig nem az volt a szándékom ezzel, na mindegy is. Viszont most, hogy megint itt tartunk, amikor már azt hittem, hogy tényleg nem lesz, hál' az Istennek, de szeretnék arra áttérni, és tényleg, hogyha meguntátok, szóljatok, aztán elhúzok a büdös picsába, csak engem őszintén letargiába kerget ez a mai helyzet az interneten. Én bármikor szívesen dumálok veled bármiről, meg hallgatunk amúgy, isszuk a szavaidat itt a nézőkkel nagyon, amúgy. Nagyon szépen köszönöm, olyan okosságokat fogok elmondani, hogy ihaj a csuhaja, bazánk. Szóval engem azért taglóz le ez leginkább, és igazándiból, amikor kérdezted, hogy megnézzük a kommenteket, akkor szerintem ezt ezzel össze is köthetjük, mert a kommentek tökéletesen megmutatják azt az aggodalmat, amit ez az egész sugároz. Én még egyet sem olvastam el, de gondolom, de sejtem amúgy. Hát igen, legörgethetsz a gondolat közben, és akkor én megmondom is, amit mondani kell, mert... Megosszam nyilván... esetleg? Ja, nem, én nagyjából láttam, tehát tudom, mik vannak ott a komment szekcióban, igazából nem nagyon kell olvasgatni sem. Nagyjából sejtető, hogy mi a helyzet. Ki is lett pinelve egy időközben, tök jó. Jaj, ne! A BoJack Horsemanhez hasonlítja magát. Oh, no, shit. Igen, ezt ki kell pinelni. Szóval, igazából ezekben a kommentekben megmutatkozik az, hogy hol is icsaklik el kegyetlenül maga az egész videózás, mint olyan, és az egész videós lét talán, mint hogyha talán itt tudom a leginkább megfogalmazni a legjobban. Nekem egy ilyen hihetetlen dolog, és ez lehet, hogy ilyen szuper YouTube boomer szövegként fog hangzani, de őszinte leszek veletek, én 2007-ben regisztráltam először YouTube-ra, és 2012-ben kezdtem videózni. Teljesen más volt a légkör az interneten, tehát közel sem volt. A YouTube videózás az nem egy olyan dolog volt, ami bármennyire is becsületes dolog lett volna. Ez egy hobbi volt mindenki számára, és a YouTube közösség is átlagosnak tekintett emberekből állt, és igazából nekem egy hihetetlen fordulópont volt az, mikor 2016-ban visszatértem YouTube-ra, és láttam azt, hogy időközben ez az egész átalakult egy olyan szintű személyi kultusz kiépítésé, hogy ez ami hihetetlen. Tehát a mai YouTube-os platform semmi másra nem épít, mint a személyi kultuszokra. A Nabu nem csinál jó videókat, a Nabunak botrányosan szar minőségű videói vannak. Egyszerűen a neki szánt boostok miatt, és a neki szánt vagy rászánt figyelem miatt más videósok által, mint például Owen McKendry, de majd mindjárt el is ki fogok majd térni, egy olyan személyiséget épített ki az interneten, ami szimplán az emberek szemében kedvező, és nem is az ő tartalmát kedvelik leginkább egy idő után az emberek, hanem magát a személyt, magát azt a karaktert, akit kiépített, és azt próbálja most jelenleg menteni. Viszont számomra, hogy az, hogy ez soha nem volt elmondva az interneten, hogy bazd meg, attól, hogy itt vagyunk és videózunk, attól nem vagyunk semmivel sem. Mondom, nekem hihetetlen, hogy itt tartunk, hogy az emberek aláírásokat kérgetnek youtuberektől. Amúgy szerintem is, geci fura. Én sose szoktam úgy adni senkinek. Tehát tényleg, amikor volt az Iron Channel-es fasság, akkor a Hír TV-nél a Rita, aki ott ült be mellettem, pszichológus hölgy, mondta, hogy a kislányainak kér egy képet, meg egy aláírást tőlem, és én meg így mondom, amúgy vágod, hogy így ugyanolyan ember vagyok. Nekem ez annyira szürreális. Mi a fasz? De mondta, hogy ő ragaszkodik hozzá, meg jó, hát leírtam neki a kislányoknak a nevét, meg minden, de ez így nagyon fura, hogy én amúgy egy senki vagyok, bro, itthon ülök a gép előtt, meg a kamera előtt, és 400 embernek pofázok, pedig amúgy kajak csak egyedül vagyok benne a szobámba. És így erre rá lehet eszmélni. És így kajak, itt vannak 400-an, mi beszélgetünk, és 400 ember ezt hallgatja. Ez egy tömeg, vágod? És így persze, mi a fasz? Ez nagyon durva, alapból. Persze nem arról van szó, hogy ez de nem valami nem leszünk mi mások. Érted. De ettől mi nem leszünk mások, és ez ne. Sokan azt hiszik, hogy de... Igen, tehát ez a probléma, hogy ugyanakkor meg nagyon sokan erre abba azt projektálják bele, hogy tényleg valamiféle kiváltsággal rendelkezünk, és valamiféle... Olyan szinten kezelik a youtubereket, mint valami tényleg hollywoodi celebeket, és mondom, amikor én láttam, mikor kimentem az első Play-temre,
És odajött egy kb. 11 éves kislány ilyen remegő kézzel, hogy Uramisten, megölelhetlek, én meg így néztem, és így... Azon nem én is ott voltam, arra nem együtt mentünk? Szerintem de azon... De, szerintem az akkor volt. És tényleg előtte az volt a mércém, hogy 2013-ban voltam előtte utára Playten, még a Millenáris Parkban, és én amikor néztem a Sirius-t, hogy körbeállt a kb. 3 gyerek, és így rögtünk osztálytársaim, hogy Uramisten, az egész kinek képzeli magát, hogy Jézusom, hogy Minecraftot, mi a franc redstone-okat épít, és akkor ott van a körülött a gyerekek, mondom, ki a franc, ez bazdmeg valami celeb, és eljutottunk oda, ahol ez teljesen normalizálódott. És na mindegy, is igazából nem akarok erre több időt fesérelni, a lényeg az, hogy én ilyen szempontból rohadt boomer vagyok, és nekem ez az egész nagyon-nagyon furcsa. Ami viszont tényleg igazán elszomorít, az nem csak őszintén szóval ez, hogy itt tart az internet, meg itt tart a YouTube, hogy tényleg átlag emberekből olyan szinten, nem is tudom, valami Istent tudunk varázsolni pár megtekintésnek köszönhetően, hogy az ami elképesztő, hanem az, hogy ezt soha nem mondta el valójában senki, és pont ez volt a legnagyobb problémám az Iron Channel-es ügyel kapcsolatban is, hogy mindenki el tudta azt mondani az Iron Channel-nél, az Iron Channel nem jó, meg az Iron Channel-nek, amit tett, az nem volt jó. Hát tényleg nem volt jó, basszátok meg. Tehát tényleg nem jó. Ha engem is megkérdeztek, el tudnak nektek mondani, hogy az Iron Channel-nek a dolgai nem voltak jók. Wow. És? Én most akkor, és most ezzel mondtam bármi újat a maradék 35 emberhez képest, aki ugyanezt elmondta? Hát nem igazán. Ugye Iron Channel-es, ugye, és senki nem mondta el azt, amit most itt a komment szekcióban is láthatunk, hogy egyszerűen valahogy meg kellene azt magyarázni a fiataloknak, annak ellenére, hogy igen, ez rossz, és igen, terjedjen az az ige, hogy ezek nem jók, és ezekre figyelni kell, hogy azért, mert valaki az interneten tevékenykedik, azért nem kell őt egy magasabb pódiumra emelni. Attól, hogy a NABU-nak van 50 ezer feliratkozója, attól még a NABU ugyanúgy lehet egy fos ember, és hát... nem akarok semmit mondani, de hát ez ki is derült itt azért valójában. Itt amúgy őszintén. Tudod, hogy mi a baj? Hogy ez régen is így volt, csak régen a tévés celebeket nézték olyan kurva nagy izenet. Érted, most ha lány, itt faszom kislányok a Hannah Montanát nézték, hogy ő mekkora király, meg mindent. Tehát, hogyha lett volna ilyen találkozó, ahol lehet a Hannah Montanával találkozni, akkor régen is mentek volna Miley Cyrus megalálgetni, meg minden. Csak ugye erre nem volt platformunk, viszont most már van Anett és Ancsa, lehet őket ölelgetni, akik tökéletesen megfelelnek ennek, akár az interneten is. És ugyanúgy lehet nézni az ő videóikat, mint mondjuk a Hannah Montana sorozatot a tévében. Semmi nem változott, csak már van platform erre, hogy tudjanak találkozni is, és valamiért istenként kezelik őket a kisgyerekek. Ezt nem tudom, ezt lehet, hogy a szülőknek kéne elmagyarázni, vagy faszom se tudja. Vagy hát egyszerűen épp, a videósoknak. Kinek kéne ezt elmagyarázni, mert ez a probléma. Anomália, tényleg. Hogy most elmondhatjuk mi is, és ez nyilvánvalóan, aki nem tudom, elmúlt egy éves, azt tudja. De ezt akartam mondani, hogy ebben a 400 emberből valószínűleg mindenki tudja, hogy mi is átlag emberek vagyunk, mi is ugyanolyat szarunk, mint a többiek. Igen, tehát az az igazság, hogy ez most megint csak egy, megint ugyanazt mondtuk el, elmondtuk a nyilvánvalót. Én tartja a mondás, ugyebár, hát saját falkunkba haraptunk. Tehát nem is arról van szó, csak tényleg én sem tudom, hogy lehetne azt elmagyarázni az embereknek, hogy ez van. Csak ugyanakkor meg azt nem érzem szimplán, nem tudom, tisztességesnek, hogy ezt még senki nem mondta viszont az interneten. Tehát amennyire triviális ez nekünk, és pont azért szoktam megfordítani ezt a kérdést, pont azért gondolkoztunk ezeken Bandival, hogy ha megfordítjuk ezt a kérdést, lehet, hogy nekünk totál triviális egy ilyen dolog, de mondjuk van csomó ember, aki meg úgy gondolja, hogy hát úristen, ezek az emberek, ezek híresek, és hihetetlen. És lehet, hogy ez csak valójában számunkra ennyire triviális. Nem tudom. Szóval lehet, hogy érdemes mégis elmondani ezt egyébként, annak ellenére, hogy mi úgy gondoljuk, hogy ez az egyértelmű például. Hát én azért gyakran szoktam mondani streamben, de szerencsére engem nem néznek annyira fiatalok. De nem tudom, azért nem tudom, szoktam látni, mióta voltak ezek a botrányok, meg minden így azért egyre több idősebb ember megmaradt, és ezek azért tűnnek el amúgy azért a fiatalok, aminek én kurvára örülök. Bandinak írtam le konkrétan Facebookon, hogy ő mondta, hogy szerint a fogalmazás egy kicsit nyers. És mondtam neki, hogy igen, de tudom, hogy a szülők is meg fogják nézni, és én szeretném azt, hogy a szülők hallják, hogy a gyerek az valami olyan dolgot néz, amiben káromkodnak, mert nem szeretném azt, hogy a gyerek nézze azt, amit csinálok, mert ez vagyok én. Én nem szeretnék egy olyan köntöst húzni magamra, hogy én egy ilyen family friendly PC szar leszek azért, hogy valamit utána ne élvezhessek. Hát nem akarsz te a moral high ground lenni, gondolom. Így van, meg nem szeretnék felkelni minden reggel 6-kor, és akkor csinálni a videót, hogy akkor most ijátok ezt a vizét tuti juice, meg akkor ezzel a Minecraft pályán fogunk játszani, és full happy vagyok. Én ezt nem tudom megcsinálni, ezt nem fogom megcsinálni, megpróbáltam, és nem sikerült, szóval nem. Nekem ugyanez volt a concern, meg ugyanez volt 2010, nem is tudom, mikor vitáztunk a Citex-a, 2020-ban, vagy 19-ben, amikor? 19-ben szerintem, vagy nem tudom. De hogy annak a vége volt még, ez annak a legelején volt még. A fasz, 20-ba.
20-ba szerintem. 20-ba. Hogy még az előtt volt az, hogy pont ugyanezt éreztem én is, hogy túlságosan sokáig képviseltem egy nagyon magas morál high groundot, amit nem tudott senki se összeegyeztetni az én valós személyiségemmel. Uh-huh. És amikor mondjuk, mit tudom, én csináltam mondjuk egy fasságot, vagy csak hülyéskedtem, akkor egyszerűen úgy kezeltek, mint hogyha felelősséggel tartoznék, hiszen én eddig ezt képviseltem. Igen. És meg tudom érteni, hogy te nem akarod, hogy ez történjen, mert én ugyanez ellen küzdöttem 2019-ben, és úgy érzem, hogy ez le is rombolódott, hála az Istennek. Tehát én ezt ilyen szempontból megértem, ugyanakkor meg a videódban el lehetett volna hagyni egy-két dolgot, ez tény és való, hogyha engem kérdezel, de őszintén szóval én azt mondom, hogy ilyen esetben nekem inkább a cél az, ami fontosabb. Tehát én láttam egy csomó olyan videót, amikor valaki össze-vissza, nem azt mondom, fasságokat mondott, hanem pont az az, hogy fasz módon beszélt, de nem mondott fasságokat, és ilyen esetben nekem sokkal fontosabb az, hogy mi a mondandója a videónak, mint hogy van az a videó meg elmondva. Uh-huh. És egy ilyen esetben szerintem meg ez abszolút oké, és így. Szóval a mondandója ennek a videónak, amit csináltál, ez teljes mértékben erre szükség volt, és az, hogy ez így van elmondva, az meg figyelj. Attól független is fontos. Hát intudatosan kell csinálni, tudod, ez a rend lényege. Hát 2016 Leaf is back. Persze, ja, egy ték idegesen, egyből, hogy az indulat. Az indulatok, csak az indulatok. Még egy kis rákosodást is kellett volna beletenni, hát egy kis átkozódást. Hát akkor Nabu videója is jó volt. Figyelj, hát ő is indulatból csinálta, azonnal. Egy percet telt el, és végignézte a videót, egy másodperc volt hátra, és megnyomta a rec gombot a telefonján. De majd kb. Nagyon gyorsan föltöltött meg minden, meg se vágta semmi, csak jött. Ja. Zsigerből. De ez azért elárul valamit. De azért ő erre már fölkészült. Hát valószínűleg nem sokat gondolkozott ezelőtt. Nem tudom, az a baj, hogy szerintem nem készült föl arra, elmondta a videóban, hogy ő már fölkészült arra, hogy ez meg fog történni. Szerintem nem készült föl arra, hogy meg fog történni ez, csak megtörtént, és ő tudja már olyan jól manipulálni az embereket, meg nagyon jól kitalálta egyből azt, hogy mit fog mondani, már tudta jól, hogy milyen kártyái vannak, és egyszerűen csak előtte őket. Hát igen, és szerintem, ja igen, mert legörgettél a komment szekcióval, szóval pont ezért fontos az, amit a kommentekben láthatunk szerintem, hogy valójában félelmetes az, hogy az embereket tényleg ilyen szinten be lehet manipulálni, és nem tudom, hogy ki az, aki... Hogy ki hány éves ebben a komment szekcióban, lehet, hogy ezek csak fiatalok, lehet, hogy van köztük idősebb is, fogalmam sincs. Hát biztos nem az én igényeimhez igazodik ez a videó, amit ezek a videók, amiket ők csinálnak, vagy amit ő csinál. de félelmetes az, és én itt tudom ezt mondani, hogy ez az egész, ez a személyi kultuszra épült. És valljuk be, tehát legyünk ténylegesen őszinték, és gondoljuk át azt minden személyeskedés nélkül, számotokra Nabu személyisége, vagy Nabu kinézete önmagában a videózási tevékenységeitől független lett-e volna olyan vonzó, esetleg akik itt vannak a kommentben, és már ugye ebben a helyzetben voltak, lett-e volna olyan vonzó számotokra alapesetben, hogyha nem videózik? Tehát ő mint személyiség, ő mint kinézete... Az a baj, várj. Az a baj, hogy ő mint személyiség, az nem egy megfogható dolog, mert a személyisége az konkrétan a videózásából jön. Tehát nyilván, ezek persze. A lányok nem ismerték meg az ő valódi személyiségét, mert ez akkor már nem létezett. Mert a videózása után ismerték meg. Tehát megkérdezni, aki ismerte is őt. Ismerte is őt, mint Cegle Márton. Nem, mint Bulcsú Ákos. Igen. Vagy Palcsú Ákos, vagy mi. You know? Tehát kialakította magának, és a személyisége konkrétan ez. Tehát igen, erre lehet azt mondani, hogy igen, mert valószínűleg bejött volna ez a személyiség, de az a baj, hogy ez a személyiség, ez hamis, ez nem real. Ja, ez true, igen. Ez a baj. Végülis ez a kérdés így nem volt. Szóval ez nem a volt kérdés így nem működhet, sorry. Találta meg a helyét. Sorry. Pedig de hogyha mondjuk, de ha mondjuk, de figyelj, csak mondjuk kinézetre vesszük. Tehát kinézetre? Tehát nem. Felmész a Tinderre, jobbra-balra húzol, meglátod az ő arcát, melyik irányba húzod? Hát, de szebb személyiskedés szempontjából, tényleg őszintén. Flex, tehát... flex, apraj a falba felé. erős. Na mindegy, szóval csak arra akarok ezzel kiukadni, hogy őszintén szólva, ha belegondoltok, tényleg legalábbis az én véleményem az, nem akarok senkit bele manipulálni ebbe, mint ahogy ezt már megtette ő, hogy az én véleményem az tényleg az, hogy itt nagyon brutálisan a személyi kultuszra épít a mai internet, legalábbis a mai internetes karakterek nagyja, és szerintem ez kibaszott egészségtelen. Valakinek lehet ez triviális, valakinek pedig lehet, hogy most mondtam egy újat, abban az esetben meg úgy gondolom, hogy
hurrá, hurrá, valaki még majd feleszmél. Na mindegy, a másik meg, ez, csak ez az én frusztrációm, ami fel podcast. Volt gyülemlődve két, mennyi éve? Egy éve bennem. Na, hát ez a de most itt volt a lehetőség, ugye csúnyákat mondjak az emberekről, és megint panaszkodhassak az interneten. És megint átjössz, még a felelősséget sem vállalod utána, mekkora egy csicska vagy, nem? Nem. Hallottad, mekkora mindhack, bazeg, vagy tudod, mekkora ez a lifehack. Ha nem videózol, nem tudnak kikancelálni. Ja, de Maninak a streamjébe kell elmondani a véleményedet a GTA-ról is. A GTA-ról is, az emberekről is, amúgy igen. Ez a legjobb, mindig ez másnál, és neked nem kell videózni. A legjobb, nem tudnak kikancelálni. Nem, figyelj, nekem amúgy is megvagy egy hónapban mennyit kell streamelnem, én csak itt ülök, te megmondod. És téged meg nem cancelálnak, szóval igazából. Téged nem cancelálnak, engem nem tudnak, mert nincs csatorna, nincs videó, úgyhogy ez egy win-win szituáció. Ez egy win-win szituáció. Ja, amúgy még azt akartam mondani, hogy igen, ennél a Citex-es fasságnál is, ami volt, hogy ugye mondták, hogy mennyire geci komolytalanak vagyunk, mert shitposztolhatunk a community-re, és így mi ketten ültünk így flexel, hogy nem értettük, hogy mi a fasz van, mert hogy számunkra egyértelmű volt, hogy amúgy elég komoly vehetetlen, vagy komoly a vehetetlen, vagy nem lehet komolyan venni ezt az egészet, és így nem tudom, így flex is, meg én is csak így shitposztolgatunk, meg így el vagyunk az interneten, és így mondtam is azt hiszem a streamnek az elején, hogy számomra az internet egy játszótér, és én így, ezen így el vagyok. Nem tudok nagyon sok dolgot komolyan venni, de amit igen, azt nagyon. Hát ja, ezt te is hasonlóan érzel szerintem. Igen. Tehát, hogyha valami olyasmiről van szó, mint egy piti YouTube dráma, most nyilván nem tudom a Citex-es mennyire számított kinek pitinek, de őszintén szólva, ha bármelyik régebbi YouTube drámát veszük például alapul, én egyiket sem tudom olyan szuper komolyan venni nem, például. Dehogy is nem. Nekem ez valahol csak egy ilyen kis nem tudom, ventelés a maga módján, és hogyha ezek mellett én komolytalankodok, az nem azt jelenti, hogy én 5 éves vagyok, még hogyha annyinak is hangzom, de ettől függetlenül ezek a dolgok viszont ellentétben, mikor ezek történnek, azok viszont meg botrányosan le tudnak taglózni. Tehát, mint most is szerintem láttatok ebben az elmúlt egy órában, én rendesen ideges voltam, és nem azért, mert karaktert akarok játszani, mert nincs karakterem ezen a ponton, tehát nincs mit mentenem igazából a YouTube-on, hanem ténylegesen felbasznak ezek. De szerintem pont ez volt az oka egyébként annak, hogy akkor így reagáltak rá az emberek, hogy azt hitték, mire ezt a moral high groundot képviseltük. Ja, és de ez a moral high ground miatt. Ezt. Igen, tehát hogy pont ez emiatt volt szerintem valószínűleg az, hogy az emberek azt várták, hogy uram is, tehát most is képviseled azt a moral high groundot, megőrültél, hogy ilyeneket posztolsz, vagy mi van veled. És én például nekem ez egy ilyen, hát nem is az, hogy taktika volt, hanem egy cél volt, hogy azzal az időszakkal le is borítsam ezt a moral high groundot, tehát ne legyen az, hogy az emberek többé elvárják ezt tőlünk. Én is azért kezdtem el inkább streamelni, és nem kibaszott rend videókat csinálni, mert annyira elvárták az emberek, hogy tényleg így, hogy nem tudom, azt hitték, hogy a mi véleményünk az annyira számít, de nem. Igen. Urvára nem. Képviseld az értelmet. Nem, és én ezt nem akarom azt, hogy én képviseljem az értelmiséget, mert nem tartom magam olyan kibaszott értelmes gyereknek, hogy én most itt tényleg... Csak elmondom a véleményemet dolgokról a kibaszott interneten, és így ez a streamben amúgy tök jól megy, meg néha videókat is teszek ki még a mai napig, de így, hogy konkrétan neki menjek valakinek csak a kontentje miatt, és csináljak egy videót róla, nem visz rá jó Isten sem, mert... Mindenki mögött van egy ilyen kibaszott személyi kultusz. Most érted? Csinálok egy videót arról, hogy mondjuk, mit tudom én, Csigér Alexnek az új videója milyen szar lett. Megcsinálom a videót, akkor mit tudom én, egy hónapig jönni fognak a Csigér Alex fanok írni a Twitch-emre, hogy én milyen szar vagyok, nálam meg úgyse fog változás történni, az én nézőim meg már tudják, hogy ő szar videókat csinál. Tehát semmi nem pontosan. Történt. Semmi nem történt. És érted? Nincs semmi értelme. Semmi értelme nincs az egésznek. És ezért szokták kérdezgetni, hogy miért nem csináljuk már rend videókat. Ezért bazd meg, mert a mi nézőink már tudják, hogy ezek szarvideósok, a szarvideósok tudják, hogy ők szarvideósok, és csinálják tovább. Az ő nézőik, azok meg gyerekek. Tehát úgyse fognak hallgatni ránk, és el se fogjuk nyomni a videónk hozzájuk. Szóval lényegtelen, hogyha valaki csinál valami olyan nagyon nagy fasságot, ami tényleg szörnyű, akkor azt legalább a szülőkhöz valamilyen úton módon el lehet juttatni, és az jó. De. Hát persze, meg az nem az, hogy az nem, tehát az egy olyan dolog, amíg akár keverőhető is egy csatorna, nem arról van szó, tehát attól független, hogy most nem csinálom minden piti apróságról videókat, attól még egy ilyen esetben például bármikor szerintem jogos, hogyha felszólal az ember. Hát persze. Szóval itt nem az van, hogy akkor egyáltalán nincsen többé ilyen, hanem ezek az apró esetek, és ez egyébként ezeknek a nagyja ismétlődik, tehát most persze. Megnézed. Ha megnézed az én régi videóimat, amiket 2016-ban csináltam, meg 17-ben, meg még akár te is, bármi azok óta, tehát változott abban a tekintetben, hogy van más dolog, amit megkritizáltunk azokon kívül? Ugyanúgy vannak a fel nem tüntetett szponzorációk, meg az aljas szponzorációk, meg az átveri a nézőit, de úgy nem történt olyan dolog, amit érdemes lenne coverölni, ami nem csak egy ismétel, nem csak egy újabb ismétlés is lenne az előzőnek. Ja. Végig körbeértünk. Most... Tehát ha megnézed a régi videókat, akkor igazából
van adva neked az a tudás, amire szükséged van arra, hogy azzal kapcsolatban, hogy mire figyelj oda egy ilyen platformon például. Hát, ja. Csak Dezső Bence helyére illesz be mondjuk Csigér Alex. Ja, szóval... amúgy Dezső Bence, figyelj már! Te találkoztál most vele nemrég, ugye? Én, igen. Tetszett neki a póló? Nem mutattad meg neki. Ne, tényleg nem. Te ne. Agyhagod, idióta, dagad, gorilla! Jézusom, ember! Jó, Finchbait 2, most! Úristen, úristen! Megcsinálunk a sequelt, most! Te hogy látsz ilyen? Yeah. Yeah. Ne! Miért kellett mondanod? Végig abban idő voltam, hogy milyen jó volt az, most emiatt nem lesz. Picsába! Tudtam, hogy valamit elfelejtettem, pedig meg volt a közös kép is, minden mondom, jó, mindent letudtunk, a faszt, még mindig nincs meg, bazdmeg, miért? Na jó, most süllyedtél a szememben. 6000 forintra leértéket kopasz Dezső Bence és Pól, hát. Istenem, geci, ember! A közös pólunk, én felvettem a streambe, persze az én nézőim tudják, miről van szó. Jó, oké, akkor megvan, jó. Ezt nem hiszem el, bazzek, chat, ebből izé lesz, jó, oké, jó, ebből Dezső Bence Podcast 2 lesz, mert ez így, sőt, Dezső Bence elejtette, hogy Dezső Bencének lesz egy podcastja majd. Na, akkor meghivatjuk magunkat, és mindketten abban megyünk. Abban a pólóban, bizonyám. Meghivatjuk magunkat. Te, ez tényleg jellemző a kapcsolatunkat, hogy te adtál nekem egy kopasz Dezső Bence és pólót, én meg cserébe adtam egy pár Lidl cipőt. Tehát ez eléggé jól jellemző a kapcsolatunkat. Persze, körülírja. Igen. De most mondjátok meg, chat, mind a kettő érték a Lidl-ör cipő is, 46-os méretben, és a kopasz Dezső Bence és póló is, amit a legolcsóbb anyagból nyomtattattak. De amúgy fullos. Nekem tetszik. De jó lett, figyelj, amúgy szerintem teljes mértékben megértem. Jó lett, tetszik az embereknek is. Ja, elvittem azt az utolsó órát, ne haragudj. Sajnálom. De hát muszáj volt, chat, ez végre valaki kimondta. Valaki végre kimondta. Írjátok le, mehet a spam a chatbe, végre valaki kimondta. Végre valaki kimondta. Hashtag igazad van. És hashtag igazad van, pontosan. Ha már 2016, akkor idézzük vissza ezeket, és végre valaki kimondta, és hashtag 2016. Na, mondunk egymást a csúnyakat majd. Hello, chat, na, sziasztok, cső, sziasztok. Puszi. Köszi a lehetőséget. Szia, NP. Hello. Na, gyorsan oda is raktam. Ott van, nézzétek, ott van zsemle. Hogy issza? Mi a véleményed így a végére, hogy a válaszvideót is megnézted? Figyelj, a válaszvideót is megnéztem. Beszélgettünk is róla. Az én videómat is hallottam. A lányokat is még hallgattam. Mindet. Overall, én azt mondom, hogy ez egy jó ending. Nem sokkal rosszabbra számítottam. Sokkal rosszabb endingre számítottam. Bár szerintem ez még nem az ending. Igen, ezt akartam mondani, ez még nagyon nem lesz az ending, itt szerintem még lesznek dolgok. Kíváncsian várom a változást Nabu részéről, csak az a baj, Nabu már egy ideje ígérgette privátba ezeknek a lányoknak, hogy ő most meg fog változni, és több kapcsolatán keresztül is végigment ez a toxicitás, és ugye, hát tudod, amikor egy kapcsolatnak véget vetsz, akkor ugye a lány az nem hal meg. Tehát ő így él még tovább. Fura, tudom, de él. És ezek a szálak, ezek így összeérnek, tudod, és így amikor ezek a lányok elkezdenek egymással beszélgetni, és nem megy két sztori, és a két sztori így összeér, és itt nem egyezik a két sztori, akkor ott látszik, hogy valamilyen hasadás van az ember személyiségében, és amikor már három lánynak van mondjuk egy sztoria, és máshol ér össze a sztori, érted? Tehát minél több sztorit vonsz össze, annál nagyobb katyvasz az egész. És ez az, ami miatt nem tudok még több dolgot mondani. Mert valószínűleg nem lesz ez így jó. És nem akarok annyira belefolyni tényleg olyan dolgokba, ami még így, mit tudom én, jogilag problémát okozhat meg ilyenek. Nem tudom, így is úgy vagyok vele, hogy ő azt mondta, hogy hálás, hogy megcsináltam a videót, én ennek nagyon örülök, tök jó. Ennyi. Én örülnék neki, hogyha sokkal rendszeresebben járna pszichiáterhez, illetve hogyha egy ideig nem próbálkoznak kapcsolatokkal. Ne. Tényleg. Legalább ne próbálkozz akkor kapcsolattal. Szép estét, Nabu.
Itt vagyok a videót kitétele után, egy órával, éjfél után, fél órával, éveken át néztelek és követtelek téged. Sosem felejtem el, hogy régen volt egy lányismerősöm interneten, aki szintén beszélt, ismert téged, és volt némi tapasztalata veled privát beszélgetésben. Róla már nem emlékszem sokra, de sok mindent furcsáltam abban, amit mondott. Mindezek után igyekeztem továbbra is követni a videód, gondolván, hogy egy olyan magánügyi dologba futottam bele, amit nem kellene feltétlen rossz szemmel néznem, elvégre nem is ismerlek. Viszont látva Manin videóját nem is tudom, jelenleg én 18 éves vagyok, és az elmúlt évek tisztelete beszél talán belőlem, de azért, mert a körülöttem lévő emberek is szorult helyzetben vannak mentálisan, de el tudom hinni neked, amiket ebben a videóban mondtál, illetve nagyon remélem, hogy sikerül a felépülésed, és egy jobb irányba mehetsz el. Tényleg teljes szívemből remélem, de azt kell mondjam, hogy sajnálom, Nabu, nem hiszem, hogy bármikor ugyanúgy tudnék végignézni tőled egy videót, hogy ne fogjon el egy undor, egy rossz érzés. Soha többé nem fogok tudni úgy nevetni a videóidon, mint rég, mikor mondjuk néhány havonta kis maraton tartottam a videóidból, mert annyira hiányzott a tartalom. Mivel az a helyzet, hogy 3 évvel ezelőtt nekem is volt egy groomingban részem, ami későbbi kapcsolatom alatt internetes zsarolásba is ment át. Soha nem fogom elfelejteni az érzést, hogy milyen lehet fiatal lányként kiszolgáltatottnak lenni egy idősebb férfival szemben, akitől te azt hitted, hogy a megváltást kapod. Így nem tudok többé úgy nézni rád, még akkor is, ha állítólag valamilyen formában ez rosszul van tálalva nekünk. Nem iratkozok le, ajándékkép ezért a sok szép emlékért és bíztatásképp egy jobb jövő felé, de többé nem leszek már a néződ. Ég veled, Nabu, Polcsú Ákos, illetve Cegle Márton. Damn. Ez így elég erős komment. Egy értelmes komment amúgy. Hoppá. Illetve Owen McKenzie-nek a kommentjét Nabu törölte. Ezt most küldte nekem Owen McKenzie, hogy nem tud kommentet írni a videó alá. Én valahogy nem tudok ilyen könnyen szemet hunyni arra a rengeteg undorító, gusztustalan, perverz vágyaidra, mint itt jó páran. Szerintem fel sem fogtátok, hogy ez az ember mit csinált fiatal lányokkal, akik a példaképüknek tekintették. Minden tiszteletem a tiéd, Nabu, idézőjelben. Milyen tisztelet jár egy ilyen embernek? Mocsok módon manipulált és érzelmekkel zsarolt, pont úgy, ahogy ebben a videóban. Egykor barátom voltál, szerettelek, de számomra ez az ember meghalt. Nem mondom, hogy második esély nem jár, de azért neked küzdened kell, nem pedig ezekből a kommentekből táplálkozni és nyalogatni a sebeidet. Tedd rendbe az életedet, azt kívánom. Várom vissza a régi Nabut, aki most vagy, azt meg takarítsd el örökre, mert hányok tőle, remélem képes vagy rá, ezt írta. Szerintem is korrekt amúgy. Úgy nekem ne legyen senki barátom, hogy nem beszélem meg vele előtte, hogy mi az anyádat csinálta, hanem az interneten mocskolódok felé. Beszéltek előtte Facebookon. Bocsi, hogyha összeszedetlen lett ez a videó, nagyon sokan kérték, hogy tegyem fel a Twitch vodot külön, megvágtam egy kicsit, hogy azért rövidebb legyen, meg így átláthatóbb legyen valamilyen szinten. Itt van, megnéztétek, köszi szépen. Ha tetszett, iratkozz fel, lájkolj, kövess be Twitchen, igazából csinálj, amit akarsz. A lényeg, hogy ne mindent higgyetek el, ami az interneten van, akkor sem. Tehát az is jogos, hogyha azt kérdőjelezed meg, amit én mondok, és az is teljesen jogos, hogyha azt kérdőjelezed meg, amit Nabu mond. Mindent kérdőjelezd meg, nézz utána a dolgoknak, járj utána a dolgoknak, és úgy vonj le következtetéseket. Ez a tanulság, és tényleg a gyerekeknek pedig annyit mondanék, meg a szülőknek, hogy vigyázzatok a kibaszott ilyen emberekre, ezekre a predátorokra, hogy ne engedjük a gyerek közelébe, tényleg ne engedjük a gyerek közelébe. Nem jó dolog, nagyon nem jó dolog. És most ezt hiába hajtogatom, az a baj, nem tudom, hogy ez segít-e, de én nagyon remélem, hogy segítettek. Ez a 3 ügy eddig, remélem, hogy ez tényleg segített, és tettem valamit a magyar youtuberre, és ezt most már valamilyen szinten azért talán elmondhatom magamról. Örülök ennek, és hálás vagyok mindenkinek, aki szupportol, meg minden. Most egy elég szar időszakon vagyok túl én is, de igyekszem jönni videókkal és streamekkel, de főleg streamekkel, szóval ha valaki esetleg szeretne követni, akkor ott megteheti. Kíváncsian várom Nabunak a fejlődését, illetve a kommentjeiteket. Olvasgatni fogom őket. És hogyha bárki bármilyen ilyen dolgot tapasztalt, lány, fiú, zaklatták, bántották, tök mindegy, velem meg lehet beszélni.
Én nagyon szívesen nyitok ezekre a dolgokra. Megpróbálok mindenkinek segíteni, akinek tudok, és válaszolni instán, minél hamarabb. Szóval ott is nyugodtan írhattok, bekövethettek, ilyesmi. Na, sziasztok! Illetve a Discordomon is szerintem a lelki segélyt azt mindenki vállalja. Mindenki nevében tudom mondani, hogy szerintem mindenki segít mindenkinek. Szóval oda is nyugodtan beléphettek, hogyha esetleg lelki segélyre lenne szükségetek. Sziasztok! Köszi, hogy megnéztétek. Még egyszer.